Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. A magyar irodalom legismertebb verse. Kölcsey Ferenc 1823-ban Szatmárcsekén írta meg a himnuszt. Ez a reformer költő legnagyobb hatású romantikus verse, amelyet a nemzeti újjászületés hajnalán írt. A himnusz zenéjét Erkel Ferenc zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben, amikor a Kölcsey versének megzenésítésére kiírt pályázaton első díjat nyert, többek között Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede döntésének köszönhetően. A költő halála után a hagyaték több részre szakadt, ám az értékes verskéziratok egy kötege a család tulajdonában maradt. Az irodalomtudomány számára sokáig ismeretlen volt ezek holléte. A himnusz felbecsülhetetlen értékű dokumentuma csupán 1944-ben került elő, amikor a család a front idején összeült és közös megegyezéssel úgy döntött, hogy letétbe helyezik az iratot az Országos Széchenyi Könyvtárban. Látszik, valamelyest picit megsérült azért a századok során. 1838 Kölcsey halála és 1944, amikor László Magda elhelyezi itt, közte nem látjuk, hogy mi van. És egyetlen följegyzés sem szól arról, hogy mi történt. Tehát ekkor történt vele valami. Égésre gyanakszanak a restaurátoraink, de nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy olyan tinta ömlött rá, ugye tudjuk, hogy vannak olyan tinták, ami nagyon erős vasgallusz tartalmú tinták, ami égési folyamatot indít el a papíron. Itt azért mégis inkább az égésre gyanakszanak, de nem kizárható, hogy véletlenül ráömlött erre a kéziratra. A család a nemzeti gyerekje megőrzése érdekében a héten megerősítette egykori döntését, és megújította a letéti szerződést. Mit érez, amikor ránéz erre a már majdnem 200 éves dokumentumra? Büszkeséget és felelősséget és kötelességet. A 194 éves iratot így továbbra is az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik. Ezt nekünk tovább kell adnunk, az utódokat szintén rá kell nevelni, az, amit a család döntése, hogy ezt nekünk mindig vigyáznunk kell, függetlenül bármilyen, akár politika, akár másmilyen helyzet van, nekünk erre vigyáznunk kell, ezért van csak letétben téve, és nem pedig adományként átadva. A himnusz kéziratát gondosan elzárva biztonságban tárolják a budai várban. Olyan körülmények között kell tárolnunk, hogy megmaradjon évszázadokig, és ehhez bizony hozzátartozik, hogy nem tudjuk kiállítani. És biztonságtechnikai követelmények vannak, amiről természetesen nem beszélhetek, tehát megfelelő trezorokba, raktárakba, páncélokba, és nem tudom még be. Titkos helyen tehát. Azonban, aki szeretné látni, minden évben a Kultúra napján január 22-én, a himnusz születésének napján az ország valamely pontján közszemlére teszik.